minket. Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Újabb elektromos buszokat venne Pécs, felmérés készül a források megszerzéséhez. Kiáltványt írt a pedagógusok szakszervezete, félnek a Covid megbetegedéstől a tanárok. Bölcsi tuning, önkéntesek szépítették meg a Siklósi bölcsöde udvarát. Harkányi zöld belváros, közel 1 milliárd forintból újították fel a Zsigmondi sétányt. Élhetőbb város környezetbarát közlekedéssel, ezt akarja elérni a mostani városvezetés. Erről beszélt Pécs alpolgármestere hétfőn délelőtt. Ezért felmérik a jelenlegi közlekedési helyzetet a buszoktól a gyalogosokon át az autókig. Az önkormányzat célja, hogy újabb elektromos járműveket szerezzen be a tükebusz, ezért kell egy szakmai alapú összegzést készíteni, amit adatokkal kell alátámasztani. Így pályáznának olyan forrásokra, amiből újabb e-buszok érkezhetnek a Baranyai megyeszékhelyre. Ezen kívül összekötnék a környezetkímélő közlekedési módokat a tömegközlekedéssel a tervek szerint. Új elektromos buszok vásárlása, uniós források bevonása, ez az egyik célja a Pécsi önkormányzatnak. Ez derült ki azon a hétfői tájékoztatón, ahol a pécsi alpolgármester ismertette, mit szeretnének elérni. Azt szeretnénk alapvetően, hogy legyen egy olyan életű város, amiben egy kiemelkedő cél, hogy a közösségi közlekedést fejlesztjük. Ugye ezen belül az elektromos közlekedés azt gondolom az mindenki számára ismert, de ugye nagyon fontos, hogy minden más új modern közlekedési formát szeretnénk integrálni ebben a körben. Ezt vizsgáljuk szakértőkkel együtt, illetve szeretnénk további partnereket bevonni. Például a taxisokat, akik elektromos autót vesznek, vagy olyan elektromos jármű kölcsönzőket, akik összeköthetők akár a közösségi közlekedéssel is. Azonban manapság a diákok és a nyugdíjasok használják a legnagyobb számban a pécsi buszokat. Ezért vizsgálják, hogyan ültethetők át az autósok a tömegközlekedési járművekre. Ezért kérdőíveken várják majd legalább 9000 pécsi válaszait. Tudunk-e olyat kínálni nekik, ami növeli hosszabb távon az utasszámot? Ugye miért fontos? Bármilyen beruházást csinálni akarunk, ha nem tudjuk hosszabb távon az utasszámot növelni a városban, akkor ugye ezek a közösségi, vagy valószínűleg az uniós és kormányzati forrásokat igénylő beruházások hosszabb távon sokkal kevésbé lesznek fenntarthatóak, mint ha azt mondjuk, hogy van egy igény és átlépnek ebben. Ebben természetesen a biciklis közlekedéstől az egyéb közlekedési módok fejlesztése ugyanúgy a része. Ruzsa Csaba azt mondja, első lépésben fel kell mérni a pécsi közlekedési helyzetet, ezért 15 autóbuszt bekameráztak október 1-től. Az adatokból pedig olyan javaslatok születhetnek, amik a pécsi közlekedést és a levegő minőséget is javítják. Illetve összeállítanak egy szakmai anyagot is, amivel pályázhatnak uniós vagy kormányzati pénzekre, hogy elektromos autóbuszokat vehessen az önkormányzat. A felmérés és a szakmai összegzés jövő tavaszra készülhet el. Ezekre mintegy 14 millió forintot fordít a pécsi önkormányzat. Az iskolákban korábban bevezetett preventív intézkedések elegendőek a koronavírus elleni védekezéshez, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelését felelős államtitkára hétfőn. Maruzsa Zoltán elmondta, a mostani helyzet egyelőre nem olyan, amely további intézkedéseket vagy azonnali beavatkozást igényelne. Kitért arra is, az őszi írásbeli érettségiket a tavasszal már bevált módszerrel szervezik meg, vagyis kis csoportokban a távolságtartás szabályait betartva vehetnek részt ezeken a diákok. Ugyanakkor hívta fel a figyelmet, a szóbeliket most megtartják. Sokkal több intézményt vontak be a lebonyolításba, így kisebb csoportokban vizsgázhatnak a diákok. Az őszi érettségi pénteken a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődik. Idén ősszel 396 intézményben 27.631-en érettségiznek. A lebonyolításban 493 érettségi vizsgabizottság működik közre. Felmérte a pedagógusok demokratikus szakszervezete, hogy milyen tapasztalataik vannak a tanároknak a Covid-járványról és az iskolai körülményekről, mondja az érdekvédelmi szervezet pécsi ügyvivője. Nagy Erzsébet azt mondja, a megkérdezett pedagógusok 90%-a tart attól, hogy megfertőződik az iskolában. Ezért kiáltványt fogalmaztak meg a kormányzathoz, mert szerintük nem tesznek meg mindent a tanárok védelmében. A szakszervezeti vezető azt mondja, tanártársai megtagadhatják az iskolai munkavégzést, ha közvetlen veszélyben vannak. Erre kéri is őket, ez azonban nem sztrájk, hanem törvény adta lehetőségük. Mit tapasztalnak az iskolákban a pedagógusok a járvány idején? Mennyire félnek a COVID-fertőzéstől? Ezt mérte fel a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, mondja a pécsi ügyvivő.
Rövid történeteket is kértek, ki milyen veszélyben van, vagy éppen ő maga milyen veszélyt jelent a környezetére. Egy tanító példáját idézte Nagy Erzsébet, akinek a nagymamája belehalt a koronavírus fertőzésbe. Amikor kiderült az elhunyt nagymamáról, hogy pozitív volt, akkor ő nagy nehezen elérte, hogy őt magát is teszteljék, na de hát azóta több napig bejárt az osztályba, és ott tanított, és hát most van ő otthon igazából, megérkezett már az eredménye, hogy ő is pozitív. Az ügyvivő azt mondja, több ilyen és ehhez hasonló történetet írtak meg a kollégái, pedig közvetlen egészségügyi veszélyeztetés esetén nem kellene dolgoznia a pedagógus. Ezt tartalmazza a munkatörvénykönyve is. Tagadja meg a munkavégzést, mármint az iskolai munkavégzést, álljon természetesen rendelkezésre, de ez azt jelenti nyilván, hogy ő számára elő lehet írni otthoni munkavégzést, illetve ha ő maga érzi azt, hogy ő netán veszélyes lenne, például olyan osztályban tanított, ahol Covid-dal fertőzött gyereket mutatta ki, vagy netán hozzátartozóját, és őt magát viszont nem tesztelték, ebben az esetben a munkatörvénykönyve alapján köteles is lenne megtagadni a munkavégzést. Ezt az 54. paragrafus első bekezdése tartalmazza, mondja Nagy Erzsébet. A szakszervezet felméréséből kiderült, hogy a megkérdezettek 94%-a tart a megbetegedéstől. Ezért kiáltványt írtak a kormányhoz, hogy biztosítsák a tanárok védekezésének feltételeit a Covid vírussal szemben. Kerestük a munkaadói oldalt is az ügyben, de nem kívántak reagálni a PDS kiáltványára. Azt azonban elmondták, hogy biztosítják a kézfertőtlenítőket az iskolákban, kötelező a maszk, a védőtávolság betartása. Ezzel pedig csökkenteni lehet a megbetegedés esélyét. Sövény- és faültetést, festést, előtető építést és még számos más feladatot vállaltak magukra önkéntesek a hétvégén. A Baranya megyei család esélyteremtő és önkéntes háztagjai a Siklósi Bölcsöde udvarát tették rendbe. Az intézmény a szervezet által koordinált Bölcsi Tuning elnevezésű programban vett részt. Az eseményen elhangzott, a városvezetés célja a közösség és a városépítés, melynek része a bölcsödei terület megújítása is. Önkéntesek vállalkoztak arra, hogy megszépítik a Siklósi Bölcsöde udvarát. A résztvevők már reggel gyülekeztek az intézménynél, ahol a település alpolgármestere köszöntötte őket. Mózes Tamás elmondta, hogy Rigl Gábor polgármester, akiről később kiderült, hogy koronavírussal fertőződött meg, bár nem tudott megjelenni az eseményen, sokat tett azért, hogy ez a program megvalósulhasson. A városvezetés nagyjából egy évvel ezelőtt arra szerződött, hogy minden lehetőséget felkutasson a közösség és a városépítéshez. Ennek szellemében vagyunk most is itt, és azt gondolom, hogy ténylegesen hozzátettünk ahhoz, hogy ez az intézményünk fejlődjön, megújuljon. A Bölcsi Tuning elnevezésű programban vesz részt a bölcsöde. Ennek keretében szakemberek vizsgálták meg a területet, és mérték fel a megvalósítható fejlesztéseket. Ezek elvégzésére ajánlották fel önkéntesek a segítséget. A Városgondnoksággal, valamint szponzorokkal együttesen lehetővé tette a mai nap létrejöttét. Célul a bölcsöde külső homlokzatát, megújítását, szépítését tűztük ki, és hogy ezzel is a gyermekeink jólétét és az intézmény vonzóvá tételét szolgáljuk. Ezeket a munkálatokat a Baranya megyei család esélyteremtő és önkéntes háztagjai végezték el. A megyéből egy intézményt választhattak ki a programba. Ezügyben Várdainé Kis Krisztina kereste fel a bölcsődét. 32 önkéntesünk van, akik ma itt segítenek mindenféle munkában. A sövényültetés lesz az előkertnek a rendbetétele. Geotextil lesz lefektetve, és kavics lesz rászorva, ami sokkal kultúráltabbá teszi a belépők számára a bölcsödét. Ezen kívül festést is végeztek az önkéntesek, de egy előtetőt is felhelyeztek az intézmény bejárata fölé. A szervezők szerint példátlan összefogásnak lehettek tanulni a résztvevők. Több mint 46.000 négyzetméternyi terület újult meg Harkányban. A fürdő melletti Zsigmondi sétányt teljes egészében térburkolattal látták el, de többek között modernizálták a szabadtéri színpadot, több korosztályos játszótér épült, valamint egy tanösvényt is kialakítottak. A közel 1 milliárd forintos fejlesztés egy top program keretében valósulhatott meg. Cél, hogy élhetőbb jövőt építsenek a helyiek számára.
Modern 21. századi környezet várja a helyieket és a turistákat Harkányban a Zsigmondi sétányon. Az élhetőbb jövő Harkányi zöld belváros elnevezésű TOP projekt keretében a kivitelezés 2019. februártól októberig tartott, melyet határidőre megfelelő minőségben végeztek el a szakemberek. Az építési beruházás 945 millió forintból valósult meg, emellett az eszközbeszerzés és a szoftelemek további több mint 20 millió forintba kerültek. A városi, valamint a Baranya megyei önkormányzat, illetve a Katolikus Plébánia konzorciumában végezték el a beruházást. Megújult az itt látható szabadtéri színpad és öltöző, energetikai fejlesztést kapott az öltöző, tehát télen is használható. 8 darab elárusító pavilont létesítettünk megfelelő infrastruktúrával. Ezen kívül létesült egy 2400 négyzetméteres több generációs játszótér, ami már az átadás napja után csodájára jártak a környékből. Ezen kívül a katolikus templom környékén 10 millió forint értékben végeztek térkövezési munkálatokat. Ennek köszönhetően új parkoló is létesült. A teljes zsigmondi sétányon, azaz 12 000 négyzetméteren helyeztek el térburkolatot, de kialakítottak zöldövezetet és a megfelelő infrastruktúrát. Az ősparkban 33,5 000 négyzetméteren építettek ki öntözőrendszert és telepítettek növényeket. Ezen kívül egy 800 négyzetméteres tanösvényt építettek ki, mely a fafajokat és a növényzetet hivatott bemutatni. A sétány és a park felújításának ötlete 2014-re vezethető vissza. Az első elképzelések szerint egy kiegészítő programteret alakítottak volna ki, de a több korosztályos játszótér nagyon népszerű lett. Talán azt is lehet mondani Baranya megyében, hogy elindult egyfajta játszótér turizmus, és nagyon sokan járnak ide, hogy a gyerekeikkel, családjukkal igénybe vegyék a Harkányi játszóteret. Ez nagyon nagy örömmel tölt el bennünket, mert azt lehet mondani, hogy a célon egy kicsit túllőttünk, elsősorban az ideérkező fürdővendégeknek és a harkányi lakosoknak kívántunk a játszótérrel kedveskedni, de ezek szerint a fürdő mellett kialakult egy új turisztikai attrakció is Harkányban. A fürdő és a belváros újítása volt a cél, hiszen a kettő szervesen kapcsolódik egymáshoz. Így például a tér egyik oldalán egy 40 négyzetméteres ivópavilont építettek, melyből ingyenítható a gyógyvíz, amit főként gyomorbetegek számára ajánlanak. A park túlsó végében pedig egy térszökőkútban gyönyörködhetnek a Harkányba látogatók. Segítsünk együtt! Ez volt a mottója a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű akciónak, amit október első hétvégén szerveztek. Idén csaknem 100 település, 5000 résztvevő, több mint 200 megvalósult projekt, és sok-sok jó cselekedet a 72 óra mérlege. Baranyában is sok fiatal csatlakozott a felhíváshoz. Pécsi középiskolások teszik rendbe éppen a Tettyei Kollégium udvarát és környezetét. A 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű országos önkéntes ifjúsági akcióhoz csatlakoztak. A munkát az iskolai közösségi szolgálat részeként végezték a gimnazisták. Volt egy csomó ilyen fakupac, amiket felrakoltuk a konténerekbe, mert gondolom meglettek metszve a fák, vagy némelyik kivágva, és hát azokat felpakoltuk, illetve tömörítettük, ugráltunk rajta, meg most a járdát pucoljuk még, amit benőtt a borostyán, meg a fenyőtűvel van tele. Idén ökológiai, szociális és fejlesztő feladatokban segíthettek a fiatalok, viszont a jelenlegi vírushelyzetben azt kérték a résztvevőktől a szervezők, hogy szabad téren végezzék önkéntes tevékenységüket, valamint hogy az idősgondozó intézményekbe most ne látogassanak el. Volt egy központi országos kezdeményezés, hogy idén úgy jelentkezzenek a csapatok, hogy ők maguknak hoznak projektet. Úgyhogy így a jelentkezőink 70%-a így is jött, hogy ők, de jelentkezett egy cserkész csapat, hogy ők elmennének a mecsekbe egyet kirándulni, és közben szemetet szednének. Az akció minden évben Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Pécsett voltak, akik azt vállalták, hogy ebédet cigánylecsót főznek az önkénteseknek. Van benne paprika, paradicsom, szalonna, kolbász, és az éjszaka a Levin még punyát is dagasztott hozzá, saját két kezével csinálta, úgyhogy nagyon jó lesz. És amúgy itt a 72 órásoknak próbálunk ezzel picit kedveskedni, hogy fáraszt a munka után, egy jó laktató evéddel vagy, lehet vacsora lesz belőle, de jól alakjanak, igen. Október első hétvégéjén több mint 5000 önkéntes, csaknem 100 településen 200 projektet valósított meg.
Egy későbbi gyilkosság miatt elrendelt perújítás keretében életfogytig tartó fegyházra ítélte hétfőn meghozott elsőfokú, nem jogerős határozatával a pécsi törvényszék azt a férfit, aki 2016-ban fejszével megölte idős szomszédját a Baranya megyei Túronyban, közölte a bíróság hétfőn. Tavaly nyáron a készenléti rendőrség egy budapesti sajtótájékoztatón közölte, hogy újabb emberöléssel gyanúsítják az elkövetőt, nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy egy már lezárt közigazgatási eljárás megállapításaival szemben nem baleset okozta egy 2017. februárjában leégett túronyi ház romjai között megtalált 88 éves asszony halálát. A bírósága férfit nyereségvágyból különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, a bűncselekmény elhárítására időskoránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés büntette, és okirattal visszaélés miatt halmazati büntetésül életfogytig tartó fegyházra ítélte. A férfi az ítélet szerint feltételes szabadságra nem bocsátható. A szekszárdi UFC gárdáját fogadta a HR Rend Kozár Michelin labdarúgó csapata szombaton. Az NB3-as bajnokság 13. fordulójában a vendégek az első félidő 10. és 21. percében találtak a házigazdák hálójába, és vitték el a 3 pontot Kozár Michelinből. A kékmezes HR Rend Kozár Michelin labdarúgó csapata a sárga-feketében játszó szekszárdi UFC gárdáját fogadta szombaton. Az NB3-as találkozó kezdőrúgását Paik Milán végezte el, aki a hónapjátékosa lett szeptemberben az utánpótlás alsó szekcióban. A mérkőzés elején a szekszárdi térfélen folyt inkább a játék. A 10. percben aztán egy gyors vendég kontratámadás végén Fejes Péter 7 méterről a kapuba lőtt, és ezzel 1-0-ra vezetett a szekszárd. A 21. percben pedig Németh Kristóf vezette rá Somogyi Mátéra a labdát, elhúzta mellette és megszerezte a vendégek második találatát. A szünet után újra változott a játék képe, és ismét a szekszárd tér felén tartózkodtak inkább a csapatok. A félidő közepén benne volt a játékban a hazai gól, ráadásul Somogyi Máténak is volt 2 nagy védése, de maradt a 0-2-es végeredmény. Sajnos a játékosok mai napra úgy gondolták, hogy egy olyan szekszárdal fogunk játszani, akik a tabellán elfoglalt helyük alapján egy gyöngébb csapat lesz. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember úgy állt mai napban, hogy kiküldjük a cipőnket, és majd ő is nyerni fogunk. Erre az ellenfél rácáfolt, és nagyon nehezen tudtunk ebből váltani. Gyerekhibákat követtünk el, tehát előre megbeszélt dolgok abszolút nem az volt, amit elterveztünk, amit megbeszéltünk, sajnos ez ehhez vezetett. Ezzel a győzelmével a szekszárdnak sikerült egyelőre elkerülnie a kieső zónát. A Kozár Michelin se hozta a legjobb játékát, tehát most játszottunk egy olyan mérkőzést, amiben jobbak voltunk, megérdemelten szereztük meg a 3 pontot, de azért tudni kell, hogy itt tavasszal, amilyen körülmények kialakultak az országba, itt mindenkit, akár személy szerint, mind a csapatokat is különböző módon visel meg, vagy se. Tehát én úgy gondolom, hogy itt mindenki kapaszkodik a létéjé, ma jobbak voltunk, így sikerült. Október 18-án a HR Rend Kozár Michelin az SMTK-hoz utazik, a szekszárdi UFC pedig a Ferencvárosi TC 2-es csapatát fogadja. A régió híreivel folytatjuk. 28-an megsérültek egy súlyos ipari balesetben péntek reggel Dunaföldváron. Egy bioetanolgyárban kevertek össze véletlenül salétromsavat hipóval, a két anyag kölcsönhatásából pedig mérgező klórgáz keletkezett. A sérülteket 4 kórházban ápolják, a helyszínre rengeteg mentőautó, mentőhelikopterek, sőt egy speciális úgynevezett tömeges baleseti egység is érkezett. Az ügy miatt a rendőrség is nyomoz. Mentőhelikopter érkezik a dunaföldvári bioetanolgyár udvarára. Egy nézőn készítette ezt a felvételt. Az üzemben péntek reggel történt súlyos ipari baleset. A közelben lakók a mentők szirénáira lettek figyelmesek. 4 mentőhelikopter biztos, hogy ment. Itt, ugye itt fölöttünk Fehérvár fele ment. Meg hát rengeteg mentőautó, tehát egy 10 mentőautó biztos, hogy ment, meg hát autók se közlekedtek a hatoson. Sorban állnak a mentőautók a gyárudvarán. Az országos mentőszolgálat a kocsik és a helikopterek mellett egy speciális, úgynevezett tömeges baleseti egységet is a helyszínre vezényelt. Összesen 28 embert kellett megvizsgálni és ellátni, közülük 13-an súlyosak, 15-en könnyebb mérgezési tüneteket produkáltak, jellemzően torokkaparás, köhögés, könnyezés. A sérültek közül többeket kórházba szállítottak, őket Szekszárdon, Dunaújvárosban, Székesfehérváron és Kecskeméten figyelték meg. Úgy tudjuk, péntek délutára már csak 3-uknak kellett kórházban maradnia.
A baleset azért következett be, mert egy 7 köbméteres hipótartályba utántöltéskor salétromsavat öntöttek, a két anyag reakciójából pedig klórgázt keletkezett. A katasztrófa védők még órákkal a baleset után is azon dolgoztak, hogy megfékezzék a mérgező gáz képződését. A beavatkozott tűzoltó egységek egy védősugár segítségével folyamatosan kontroll alatt tartják a távozó klórgázat. A környező lakosság, továbbá a környékben lévő veszélyes egyéb üzemek nincsenek veszélyben. Hogy emberi mulasztás okozta az ipari balesetet, azt egy rendőrségi nyomozás fogja kideríteni. Az eset körülményeit a Paksi Rendőrkapitányság vizsgálati osztályán a büntetőeljárási törvény szabályai szerint folytatják. A balesettel kapcsolatban megkerestük az érintett vállalkozást is. A sajtóosztályukon azt mondták, hogy az esettel kapcsolatban később közleményt adnak ki. Átadták Pakson a lakótelepen a felújított központi teret, melynek nevet is adott a helyi képviselőtestület a lakosság közreműködésével. A mostantól atomtérnek hívott tér kialakítása az elmúlt 30 év legkiemelkedőbb közterületi beruházása volt Pakson. 1,6 milliárd forintból egy modern közösségi teret építettek, részben önkormányzati, részben kormányzati támogatásból. A paksi lakótelep egyik legnépesebb és legforgalmasabb városrésze, a központi tér teljes körűen megújult. Az 1,6 milliárdos, részben önkormányzati, részben kormányzati beruházással több évtizedes álma valósult meg Paksnak. Az avató ünnepségen Süli János miniszteri köszöntőjében hangsúlyozta, az 1000 fát Paksra akció javában zajlik, és a város zöldítése tovább folytatódik. Pakson amennyi fát áldozatul kell hozni, hogy a beruházás területén akár szállás lehetőség, ipari park építése megvalósuljon, annak minimum dupláját tudjuk előtetni. A tér újítása során mintegy 9000 négyzetméteren történt zöldítés. Programozható élményszökőkút, modern okospadok kerültek telepítésre, valamint 4 új térfigyelő kamera. A tér egésze akadálymentes. A nagy lejtésű gyalogos felületeken rámpafűtést telepítettünk, mely a téli közlekedést teszi biztonságossá. A Barátságút és a Kishegyi út kereszteződésében 2 új gyalogos átkelőhely épült akadálymentes kialakítással. De a tér közvetlen környéke 20 új parkolóval is gazdagodott. Süli János miniszter, Szabó Péter polgármester és a kivitelező ünnepélyes szallag átvágással avatták fel a közösségi teret, melyet úgy terveztek, hogy számos városi rendezvény szintere is lehet a jövőben. Gyorsaság, tájékozódás és erő. Ezekben is bizonyítaniuk kellett a fiataloknak Bodrogon. A helyi kalandparkban rendezték meg a fiataloknak az országos haditorna megyei döntőjét. A megmérettetésen 7 megyei középfokú iskola 9 csapata vehetett részt. A cél, hogy erősítsék a honvédség és a társadalom kapcsolatát, valamint népszerűsítsék a sportot és az egészséges életmódot. A 9-es csapat pedig a Szőcsényiek. 9 somogyi középiskola csapatai sorakoztak reggel a Bodrog kalandparkjában, hogy a megyei haditorna versenyen összemérjék tudásukat. A 9 állomásos versenyen a legkülönfélébb feladatokat kellett teljesíteniük a fiataloknak. A hagyományokhoz híven megvannak a standard feladatok, itt gondolok a tájékozódási futásra, vagy például a 400 méteres váltóra, vagy körülbelül 400 méteres váltóra, akadálypályára, sebesült szállításra, illetve a katonai totónak a kitöltésére. Tehát ezek a standard feladatok mindenképpen szerepelni fognak a mai napon is. Tavaly lőttem utoljára. Na, de én szerintem. Tényleg. Szerintem én el sem találom. A célbalövés mellett az akadálypályán a fiataloknak nem csak a lövészárokkal, hanem a csúszós talajjal is meg kellett birkózniuk. Elég hűvös volt ez a reggel, de az első pálya eléggé felpörgetett minket, így elég jól bemelegettünk. Elég pörgős ez a pálya, egyetlen egy probléma van vele, hogy eléggé csúszós a fű, de egyébként teljesen jó, szerintem nagyon élvezhető, élvezni fogják a többi játékosok, csapatok is. A haditorna megyei fordulóján az idén lánycsapat is indult. Kézikrádobó versenyszámhoz érkeztek. Remélem, felkészült mindenki. A lányok közül volt, akit közelebbről is érdekel ez a pálya. Hát engem a honvédelmi, de végül is szerintem nagyon jó, mert harcművészet, önvédelmet tanulsz, meg tudod védeni magadat, meg legalább igazságot tudsz szolgáltatni, úgy a törvény mellett.
A szervezők szerint a megyében általában is magas az érdeklődés a katonai hivatás iránt. Az országos haditorna Somogy megyei döntőjét a Széchenyi Zsigmond mezőgazdasági szakközépiskola és szakgimnázium csapata nyerte, így ők képviselik a megyét az országos döntőben tavasszal. A dobogó második és harmadik helyén is a kaposvári Ötlös Loránd gépipari technikum és szakközépiskola csapatai végeztek. 14 millió forintos kisbuszt adtak át Kismányokon a Magyar Falu program keretein belül. A modern autóbuszt gyermekek és idősek szállítására, gyógyszerbeszerzésre, bevásárlásra fogják használni. Az átadáson részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Kisbuszt adtak át Kismányokon. A Magyar Falu program keretein belül 15 millió forintot nyert a helyi önkormányzat. A modern eszközökkel felszerelt buszt gyógyszerbeszerzésre, gyerekek és idősek szállítására használják majd. Ez egy 15 millió forintos pályázat, a maga a busznak az ára 14 millió 20 ezer forint volt. Szinte minden extrával föl van szerelve az autóbusz, illetve mindenféle biztonsági felszereléssel is. Gyerekeknek izofixes ülések vannak most már beszerelve, kaptunk hozzá két darab vadonatú gyerekülést is. Ezen kívül kerekes székes rögzítési lehetőség is van a buszban. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkára, térség országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen, aki arról beszélt, hogy az elmúlt években látványos fejlődésen mentek keresztül a völgységi kistelepülések. Örülünk annak, hogy a 15 milliós pályázat lehetőséget adott arra, hogy meg tudják vásárolni ezt a kisbuszt, és hát reméljük azt, hogy a többi magyar falus programjuk is, illetve pályázatuk is sikeres lesz, és szolgálja az itt élőknek az érdekét. Az autóbuszt a polgármester reményei szerint a falugondnoki program keretein belül hamarosan használatba tudják majd venni. Híradónk végén baranyai témáink, még egyszer röviden. Újabb elektromos buszokat venne Pécs, felmérés készül a források megszerzéséhez. Kiáltványt írt a pedagógusok szakszervezete, félnek a Covid megbetegedéstől a tanárok. Bölcsi tuning, önkéntesek szépítették meg a Siklósi bölcsöde udvarát. Harkányi zöld belváros, közel 1 milliárd forintból újították fel a zsigmondi sétányt. Kedden mediterrán ciklon okoz szeles, csapadékos időt, többfelé jelentős mennyiségű eső hullhat. A szél erős lesz, a Dunántúlon sokfelé viharos lökések kísérhetik. Mindössze 10 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!